az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelen való gonosz világból, az Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, egybesereg lettünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a világ minden tájáról a magyarságot. Különös szeretettel köszöntöm azon hívő lelkész testvéreket, akik itt vannak velünk, együtt imádkozhatunk ébredésért, megtérésért. Hasonló szeretettel köszöntöm mindazon testvéreimet, akik átadott életükkel a hétköznapok csendes hősei, Krisztus katonái. Egybesereg lettünk. Itt van Isten köztünk, gyertek hát őt imádni. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Bódis Miklós lelki pásztor urat. Mindig úgy fogalmazom és tartom Isten különleges szolgáját. Mindig egy különleges érzés, főleg egy hétköznapi hívő ember számára, hogyha hallgathat olyan lelki pásztort, olyan megtért és hívő igei szolgálattevőt, akik Krisztusra mutatnak, akik lehozzák gyakorlati útmutatásba a hogyan kérdéskörét, és tudnak nyelvünkön beszélni, akik hitelesek, mert életük összhangban van azzal, amit mondanak. Krisztushoz vezetnek bennünket, megjártak mélységeket, vagy éppen járnak mélységeket, és megjártak magasságokat. Akik mondjam így, hogy nem simogatnak, hanem néven nevezik a bűnöket, a fejlődés és az Istenhez való megtérés alapvetéseként, de nem hagynak ott bennünket magunkra. Tovább mutatnak, tovább visznek, kiutat adnak, ahogy ők is ezt megtalálták, átélték, meneteltek és menetelnek. Miklós testvérünkért hálát adunk, az ő fáradhatatlan szolgálataiért, mondjuk úgy február óta a világmagyarsága körében. És akkor mielőtt átadnám a szót Bódis Miklós lelkipásztor úrnak, énekeljünk egyet, és az első énekünk a mai nap folyamán az pedig mint szarvas, hűs vízforrásra kezdető énekünk lesz. Ez az ének pedig a Dunamelléki Egyházkerület énekes füzetében található 605. számmal. Mert korja megszabadít,
hála von áldozó. Köszönjük szépen, és akkor nagyon sok szeretettel kérem, és átadom a szót Bódis Miklós lelkipásztor úrnak. Nagyon sok áldást kívánok az ő szolgálatára, hasonlóan a hallgatóság hallgatására is. Köszönöm szépen. Jézus Krisztus mondja nékünk, bétült az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek hozzánk szóló szavát János apostol evangéliuma 21. fejezetének első 14 verséből olvasom. Az élő Úr hozzánk ma este a János evangéliuma 21. fejezetének első 14 verséből szól, és miután felolvasom az igét, megkérem szépen imádkozásra, hogy kérjen áldást a ma esti közösségünkre, hívja az Úr jelenlétét, nevét, hogy megnyíljanak a vakoknak a szemei, hogy a foglyok kijöjjenek a börtönből, a fogházból. Megkérem szépen Péntek Éva testvéremet szülőfalumból, Körösfőről, tehát Péntek Évát az igeolvasás után, és megkérem Dr. Boldog Zoltán orvos testvéremet Debrecenből, hogy kérjen áldást az együttlétre. És mivel látom azt is, hogy az egyetlen román nyelvű testvérünk, aki nem írt magyarul, de részt vett az ima közösségben, és hallgatja Istennek igéjét most, amennyit már megért belőle, Frátele Krisztián, innen Romániából. Szeretném, és látom, hogy beírta, hogy kérdezi, hogy honnan van a ma esti ige. Fráte Krisztián, Dumnezeu să te binecuvânteze, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu în seara asta ne vorbește din Evanghelia lui Ioan, capitolul 21, primele 14
versete. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, apoi sora Pentec Eva din izvorul Crișului și fratele medic din Debrețen, Boldog Zoltan, se va ruga pentru propovăduirea cuvântului și pentru harul lui Dumnezeu peste noi. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét! Ezután ismét megmutatta magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, az Ebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Azok ezt mondták rá, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig azt mondta nekik, vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Simon Péter beszállt, kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak a halálból való feltámadása után. És engedjétek meg, testvérek, hogy olvassam még el a 15. verset is mellé. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltest az én bárányaimat. Csendesedjünk el testvérek imádságra. El szeretném mondani a testvéreknek, hogy mostanig, akik imádkoztak, a februári és a mostani evangelizáció előtt senki sem tudott arról, hogy
fel lesz szólítva az imádkozásra. Imádkozó testvérek, akiket váratlanul ér a felkérés, de az Úr elkészíti a szívüket, hogy imádkozzanak. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és csendben imádkozzunk. Hallgatjuk a testvéreink imádságát. Áldunk téged, felséges Istenünk, ezért az újabb alkalomért, amikor küldeni akarod a te szent lelkedet, hogy áradjon itt az éteren keresztül is, és elhozza nekünk a te szent üzenetedet, azokat a megelevenítő igéket, amelyeket ma is a te szolgád által akarsz közölni velünk, úgyhogy közben a te drága lelkedet benne kiteljesíted. Áldunk téged, hogy ma is eledelt akarsz nekünk adni, és azt szeretnéd, hogy ne üres hálóval álljunk fel a képernyők elől, hanem teli csordultig, gazdag igével, vigasztalással és a megtérés drága ajándékával. Áldunk téged, drága Úr Jézus, hogy mi ismerhetünk téged. Bízunk abban, hogy nem kell feltenni nekünk a kérdést, hogy ismerünk-e téged, mert mi tudjuk, hogy ki vagy, vagy hogyha még nem, akkor nagyon vágyunk arra, hogy minél közelebb kerüljünk hozzád, és minél mélyebben megismerjünk téged. Áldunk azért is, Urunk, hogy a világ minden részéről összehívtál minket ide, hogy egy olyan alkalmon vegyünk részt, amikor gazdagítani akarod a mi életünket azzal, ami a legdrágább a világon. A te igéddel, a te lelked által. Így kérünk téged most, hogy mindannyiunk szívét és értelmét nyisd meg előtted. A kísértőt tarts távol tőlünk, segíts, hogy minden kísértő gondolatnak nemet tudjunk mondani, és odaforduljunk teljes szívvel és lélekkel, egy szívvel és egy akarattal a te igédhez. Így kérünk minden áldást az ige hirdetőre, és mindannyiunk halló füleire. Amen. Amen. Úrunk, áldunk, hogy bármi gyakran el is feledkezünk rólad, te rólunk soha nem feledkezel el. Eltávolodunk tőled, a magunk útját járjuk, és te nem szűnsz meghívogatni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Köszönjük Istenem, hogy ma is hívogattál bennünket, és nem csak a harangzót, hanem elsőnkben is megszólalt egy hang, és az indított bennünket, hogy ide jöjjünk. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk. Szeretetedre, hűségedre most úgy szeretnénk felelni, hogy beismerjük bűneinket, előszámlálhatatlan hibáinkat. Szégyeljük szeretetlenségünket, bánkódunk bűneink miatt. Kérünk, drága testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Akaratunk, ne a magunké, hanem a tiéd akarjuk lenni. Erősíts meg, hogy meg tudjunk állni melletted, és soha nem mondjunk ellened. Ha ebben a világban emberi természetünkkel ellentétben szolgálatok, feladatokat mutat, ne zúgolódjunk, hanem mindig legyen előttünk szent fiad, az Úr Jézus Krisztus, aki szolgálni jött és nem uralkodni. Drága Istenem, taníts ma bennünket ma este is, kikit azon a helyen, ahova állítottál. Mutasd meg feladatunkat, rátermettségünk, képességünk szerint. Küldj oda, ahol éppen ránk van szükség, ahol segítségre várnak. Urunk, erősíts meg, alakítsd át életünket, hogy neked öröm, az embereknek pedig segítség legyen. Kérlek Istenem, hogy ma este adj ébredést és megtérést, és az ige, ami szólni fog, az a szív mélyéig hatoljon, hallják meg minél többen a te igédet. Kérlek, segítsd lelki pásztorunkat, Bódis Miklóst az evangelizáción. Így szólj hozzánk. Amen. Amen. A názáreti Jézus Krisztusnak drága nevében övé legyen ma este is, és mindenkor egyedül a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás.
Áldott legyen az Isten azért, hogy összegyűjtött bennünket a nagyvilág különböző részéből, és örömmel köszöntök mindenkit, aki a 214 készülék előtt ott ül, és hallgatja Istennek szent igéjét ezen a mai alkalmon, és ugyanakkor örömmel köszöntöm, a tegnapi söröm volt a szívembe, hogy 12 református lelkész kollégám hallgatta Istennek igéjét. Ma este 22-en vannak, ahogy láttam az interneten fenn, és követik az igének a hirdetését. Szeretettel köszöntellek, drága testvéreim, benneteket. Szeretném nektek elmondani, hogy a februári evangelizáció végén az elköszönéskor az egyik anyaországi testvérem mondta, hogy szeretne szolgálatot hallani arról, hogy milyen konkrét lépéseket tegyen egy megtért hívő ember a megszentelődésnek az útján. Hogy jó lenne az evangelizációk alkalmával konkrét gyakorlati dolgokról beszélni, hogy hogyan tegyük rendbe az életünket, hogy egy megtért, újjászületett ember hogyan rendezze az életét, a jövőjét, a Krisztust követését, mert testvéreim, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy vertikálisan is és horizontálisan is, tehát először függőlegesen rendezzük Istennel a kapcsolatunkat, aztán vízszintesen utána egymással a házasságunkat, a családunkat, a baráti kapcsolatainkat, a gyülekezeti kapcsolatunkat, a munkahelyi viszonyunkat, hogy hogyan tudnánk ezt rendezni. Hátszegen a gyülekezetemben mindig el szoktam mondani azt a gyülekezetnek, hogy az igazi kereszténység az a templomajtón kívül kezdődik. Bent csak az elméleti felkészítés zajlik. Az igazi kereszténység a templom kapun kívül kezdődik. Itt Hátszegen az én gyülekezetemmel sem azzal van a baj, hogy nem jönnek az Isten tiszteletre a templomba. Azzal nincsen baj. Jönnek és járnak Isten tiszteletre a hívek. Azzal van a baj, hogy a templomból kimenet és elmenet hogyan élik meg a hitüket. Én még abból az időből származom, amikor Romániában minden vizsgát úgy lehetett csak letenni, érettségitől kezdve a sofőrvizsgáig, a felvételekig, hogy volt teória és volt praktika. Volt elmélet és volt gyakorlat. És talán eljön az az idő is, hogy itt majd egy olyan evangelizációt szervezünk, amelyben gyakorlati kérdésekről lesz szó, hogy hogyan tud egy ember, hogyan tudja rendbe tenni az elrontott életét, múltját, miután Jézus Krisztus vére és halála által bűnbocsánatot, örök életet, kegyelmet kapott ajándékba. De engedjétek meg, ez az evangelizáció sorozat, ez most ez alkalommal arról szól, hogy lehet-e számítani rád valamiben. Megbízható vagy-e? Mármint, hogy meg lehet bízni téged valamivel, és hogy meg lehet-e bízni benned. Oszlopos tagja vagy-e
az Isten országának. A tegnap esti evangelizációkor szó volt arról, hogy megtértek, órákig tudnak beszélni a bűnös múltjukról, és órákig tudnak beszélni arról, hogy mit nem tesznek már, mióta megtértek az Úrhoz. Én már nem iszom, én már nem paráználkodok, én már nem lopok, én már nem hazudok. Órákig tudunk beszélni, drága testvérek, arról, hogy mit nem teszünk már. Arról beszélj nekem, hogy mit teszel Isten országáért. Ezennek az evangelizáció sorozatnak a vezérgondolata, hogy oszlopos tagja vagy-e az Isten országának. Lehet-e rád terhet rakni? Lehet-e téged feladattal megbízni? Lehet-e téged valamilyen szolgálatra elhívni? Mert testvéreim, hogyha folytatni akarnám ennek a kérdésnek a magyarázatát, akkor el kell mondjam azt, hogy nagyon sokan vannak, akik nem hallgatják az Istennek igéjét, vagy még pontosabban, hogy jólést, meghallgatod a Zoomon az evangelizációt, de nem teszed. Meghallgatod az ige hirdetést, de nem teszel semmit. Jó esetben lájkolod pozitívan az ige hirdetését, ha tetszett neked. Szeretném elmondani nektek, hogy lássátok, hogy milyen statisztikák vannak a februári evangelizációnak, úgymond a gyümölcsét, az imádkozásnak a területén. Olyan örömmel újságolta Csaba testvérem azt, hogy a hirdető plakátot 30.020-an nézték meg. A 30.020 megnézőnek kereken az 1%-a jelentkezett be interneten utolsó estére, 302 gépről nézték az ige hirdetést. Aztán amikor a 302 gépből lett 30 imádkozó, akkor azt mondtam Csaba testvéremnek, és örült, hogy két csoportba kell osztani az imádkozókat, akkor azt mondtam, hogy ugorjon a plafonig örömébe ezért a 30 imádkozóért. 10%-a a hallgatóknak, éppen mint a 10 leprásnál az egy, aki visszatért Jézusnak hálát adni. Aztán, amikor következett a cselekvés, és Csaba testvérem felkérte a hallgatóságot, hogy jelenkezzenek a prédikációt legépelni, hogy kiadhassuk kiskönyvben, akkor 3 lélek jelentkezett erre a szolgálatra, amelyből az egyik a nagyobbik lányom Eta, a másik Csaba testvérem volt, és még valaki egy. És amikor testvérek az adakozásra való felhívásról volt szó, akkor hadd mondjam el, hogy az eredmény sokkal jobb volt, mert 2% volt. Nagyon hálásak vagyunk annak a 6 testvérnek, aki a februári evangelizáció alkalmával a gyülekezetünknek 75.000 forintot küldött adományba. Azért mondom el, testvérek, ezeket, mert a koronavírus járvány előtti évben az anyaországban meghívtak egy nagy gyülekezetbe, egy városi gyülekezetbe evangelizálni,
és az evangelizációs hetet megszervező lelkipásztor azt mondta nekem pár hónappal előtte, amikor találkoztunk, hogy Miklós, nagyon várnak ott téged, és 50-en imádkoznak az evangelizációért. Elcsodálkoztam, és azt mondtam, hogy hű, én még ilyet nem hallottam. 50 imádkozó. És ennek tulajdonítottam be azt a sok akadályt, amely megelőzte az evangelizációt, sőt az utazás napján alig tudtunk elindulni, épp hogy megérkeztünk az evangelizációra, sok-sok akadály, bosszúság, próba ért bennünket az evangelizáció előtti héten, és hát én végig abba voltam, hogy ez mind azért van, mert 50-en imádkoznak, és itt győzelmet fog adni az Úr. Amikor megérkeztünk a gyülekezetből, az 50-ből 4-en lettek, a többi bulizni ment a szőlőbe, mert valami rendezvény volt ott, városnap, szüret. A 4-ből a felkérésemre 1 tudott imádkozni, a többi hallgatott. Családlátogatáskor egy idős hölgy végig gyömöszölt, hogy adjam már meg a gyülekezet bankszámláját, mert adományt akar küldeni. Isten lelke végig azt mondta, hogy ne tegyem, ne adjam, de hát végül annyit beszélt, hogy engedtem neki, azóta is küldi az adományt, és egy fiatal srác megígérte nekem akkor, hogy elvégzi azt a szolgálatot, amit áldott legyen Isten, most Csaba testvérem végez az interneten keresztül, mondta, hogy informatikát végez, és segíteni fog az evangélium terjesztésében. Eltűnt, azóta se tudom, hogy merre jár. Drága testvérek, azért mondom el ezeket, mert sokszor irigylésre méltónak tartom a meg nem tért katolikusokat, akiket mi sokszor kritizálunk, mert igaz az, amit az evangélium mond, hogy a világ fiai a maguk nemében okosabbak, ügyesebbek az Isten fiainál, és azért, mert borzasztó az, testvérek, amikor a hívő embert, Jónást, a világ fiai keltik fel az álmából, az alvásából, és mondják neki, hogy mi van, te nagy alvó, kelj fel, és imádkozz Istenedhez. A felolvasott igében, testvérek, az apostolok nem hallgatnak Jézusra, hallgatják Jézust, csak nem hallgatnak Jézusra, de a feltámadás tanúira sem. Honnan tudom ezt? Istennek igéjéből, és szeretném elmondani, testvérek, hogy sajnos téves az újfordítású Biblia. Ott azon a helyen, a Máté evangéliumában, amikor a 28. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Van egy másik hiba is, amikor meglátták őt, leborultak előtte, és az újfordítású Biblia így fordítja, hogy némelyek kételkedének, de az eredetiben ez van, hogy amikor meglátták őt, leborultak előtte,
pedig kétségek fogták el őket, vagyis mindegyiket. Nem csak némelyek kételkedtek, hanem mindegyiket kétség fogta el, amikor a feltámadott urat látta. A hiba testvérek a fordításban mindössze egy betű. A téves bibliafordítás így hangzik, a 11 tanítvány elment Galileába arra a helyre. A helyes bibliafordítás így hangzik, a 11 tanítvány elment Galileába a hegyre. A hegyre, ahova Jézus rendelte őket, vagy ahogy Károli Gáspár olyan szépen fordítja régi magyar nyelven, ahova hagyta vala nékik. Vagyis testvérek, Jézus meghagyta nekik, hogy hol fognak találkozni a feltámadása után, mint ahogy mi meghagyjuk egymást, hogy melyik mozgó vagy vendéglő előtt találkozunk. És akik Erdélyben laknak, azok tudják, hogy miről beszélek, hogyha azt mondom, hogy Kolozsváron a feleken találkozunk, fent a hegyen, akkor nem megyek testvérek a parkba a tóra csónakázni. A téves fordítás nem magyarázza, ugyanis testvérek azt, hogy hol találkozik Jézus a tanítványokkal, és miért nincs ennivalójuk. Miért üres a háló? Ugyanis Jézus azt mondta és azt üzente az asszonyok által a tanítványoknak, hogy menjenek el Galileába, ott meglátnak engem, és előttetek megyek Galileába, ahogyan megmondta nektek. Vagyis, drága testvérek, Jézus adott egy találkahelyet a tanítványoknak Galileába, a hegyen. Akkor az én kérdésem az, hogy mit keresel, mit kerestek a Tibériás tengeren halászva? Jézus ad egy találkozó helyet. Van-e neked találkozó helyed Jézussal? Van-e neked olyan hely az életedben, ahol tudsz vele együtt lenni, találkozni, beszélni? Ismered-e Jézust? Találkoztál-e már vele? Van-e vele élő kapcsolatod? Beszélő viszonyban vagy-e az Úrral? Kijelentette magát neked, akaratát, kegyelmét? Mindazt, amit cselekedni akar az életedbe, amiért teremtett téged, amiért elhívott téged, van-e neked találka helyed az Úrral? Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy a hegyre menjenek, ők meg a tengerre mentek, a tenger a zsidó népnek a tudatában a félelemnek, a veszélynek a helye volt. Testvéreim, sokunkkal, sokatokkal az a baj, hogy nem ott vagytok, ahova Jézus rendelt benneteket. Nem azt csináljátok, amivel megbízott. Nem azt teszed, amiért elhívott téged. Szolgának hívott el, te pedig főnök akarsz lenni. Nem ott vagytok, ahol Jézus jár. Nem ott vagy, Tamás, ahol Jézus megjelenik. Aztán okoskodsz az ujjodról, meg a sebeiről, meg az oldaláról,
De a lényeg az, hogy nem hiszel. Nem ott vagyok, ahol Jézus találkozni akar, és Jézus találkozni tud velem. Nézzétek, testvérem, Jónást, ha már róla volt szó, hogy Isten azt mondja neki, hogy Ninivébe menjen a nagyvárosba, és ő homlok egyenest az ellenkező irányba indul el, Tarzuszba. És jön a vihar, testvéreim, a tengeren. Miért? Mert az Isten meg akarja állítani őt ezen az úton. Vissza akarja fordítani, ahogy Fehér megyébe szokták mondani a visszafordulásra, meg akarja téríteni őt, hogy oda menjen, ahova elhívta, és azt csinálja, amiért az Isten rendelte. Drága testvérek, a ma esti evangelizációnak ezt a címet adtuk, hogy amikor az oszlopok is inogni kezdenek. És azért ez a címe ennek a ma esti evangelizációnak, mert azt a 7 tanítványt, akik a Tibériás tenger partján halászni mentek Péterrel, tehát Péter, Tamás, aki Pikernek hívtak, Nátánáel a galileai Kánából, Zebedeusnak a 2 fia, Jakab és János, és még 2, ezt az egyházi tradíció, ezt a 7 tanítványt így hívja, hogy oszlop apostolok. A mai világban azt mondanák, hogy a profik, a sztárok, az oszlopok. És drága testvérek, ez az ige arról beszél, hogy és mi van akkor, ha az oszlopok is meginognak. Mi van, ha az oszlopok is inogni kezdenek? Mi van, ha megtörténik az, amit Ézsaiás mond, hogy a legkülönbek is megfáradnak, meglankadnak, megroskadnak, elesnek. 2017-ben a reformáció emlékünnepén meghívtak a németországi magyar testvérek, református testvérek Augsburgba és Münchenbe evangelizálni. Ez az evangelizáció fent van a YouTube-on, a lányaimmal voltam ott, és arról beszéltem azon a napon, hogy a Zsoltár, a 11. Zsoltár 3. versében van ez az ige, hogyha az alapokat is lerombolják, ha az alapok, alapfalakat is kicserélik, akkor mit tegyen az igaz, kérdezi Istennek igéje. Mert az biztos, hogy az Úr ott van Szent templomába. Mindent lát a szemeivel. De ha mi az alapokat is kicseréljük és leromboljuk, akkor az igaz mit tegyen? Ugyanis testvérek, nem ad eligazítást az egyház. Ebben mélyen hallgat, mélyen hallgatnak az egyházak, nem mernek állást foglalni, mert talán egy homoszexuális miatt bezárják a teológiát, ha állást foglal, és azok mellett sem mer kiállni, akik állást foglalnak. Miért? Mert az igazi egyháznak az alapjait is kicserélték már. A mai egyházaknak a tagjai legtöbb esetben nem megtérés és újjászületés által lesznek egyháztagok, hanem a mai egyházak mindenkit megkeresztelnek, aki reformátusnak, evangélikusnak, katolikusnak, vagy nem tudom én milyen kusnak született.
Aztán testvérek, jó a katekizmus, a gyerekeket, a fiatalokat hitre tanítani, evangéliumra, énekekre, Bibliára, hitvallásra, de 250 éve száraz ajtától mostanig, idáig bevezettünk egy konfirmációnak nevezett valamit, ami már inkább világi rendezvényé silányult, mint sem ifjaknak azon bizonság tételévé, hogy hogyan ismerték meg az Urat, hogyan találkoztak vele, milyen élő kapcsolatban vannak ő vele. Mert ezáltal válunk az egyháznak a tagjaivá, testvérek. Hogy az igazi egyháznak az alapjait már kicserélték, és testvérek, most látjuk, hogy folyik a család alapjainak a kicserélése. A család alapjainak a kicserélése az, hogy a család már nem egy férfinek, meg egy nőnek az egymással és az Istennel kötött szövetségén áll és alapszik. Ami eddig természetes volt, az lassan a világ szemében és törvényei szerint kezd nem természetessé lenni. Aztán testvérek kicserélik a házasságnak az alapjait. Évekkel ezelőtt egy magyarországi médiasztár vígan újságolta, hogy a feleségével való házasság kötésekor hogyan kötöttek egymással vagyoni szerződést. Jó bizalom volt egymás iránt, nem testvérek? Jó kötelék. Előre felkészültek arra, hogyha válnak, hogyan osszák majd el a megszerzett vagyont. És testvérek, kicserélik az alapját a nemeknek, a fundamentumot. Tudjuk jól azt, hogy nyomják és gyúrják már óvodáskortól gyermekeinkbe, a következő nemzedékbe a gender elméletet. Hogyha fiúnak születtél, de azért lehetsz nő. És ha nő vagy, lehetsz kisfiú. És ha egyiket sem akarod, akkor lehetsz semleges nemű. Testvérek, inognak az alapok, látjátok? Inognak az alapok, a család alapjai, a házasság alapjai, a nemeknek az alapjai, inognak az egyházaknak az alapjai. De testvérek, mi van akkor, ha az oszlopok inognak az Istennek az országába? Mi van akkor, amikor Péter inog? A szikla, akiről Jézus azt mondta, hogy Simon, Jóna fia, a te neved mostantól kezdve Petrosz, kőszikla lesz. Mi van akkor, testvérek, amikor a legmegbízhatóbb alapja az Istennek az országának elkezd ingadozni? És az, akinek azt üzente az Úr, hogy menjetek és mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy menjenek Galileába a hegyre, mert ott meglátnak engem és találkozunk, ez a tanítvány azt mondja, hogy elmegyek halászni. Hát fiúk, ugye tudjátok, hogy meg kell élni valamiből, nem? Hát ne haragudjatok meg, fiúk, Isten országa, igen, Isten országa, de enni is kell, nem? És én megyek halászni.
Jézus azt mondta, hogy a hegyre menjek, én a tengerre megyek, mert meg kell élni valahogy ebben a világban. És nézzétek meg, testvérek, hogy húzza magával a többit. Viszi magával a többit a mélybe. Az, akinek a tagadás előtt az Úr ezt mondta, Péter, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, de azért Péter idővel megtérvén a többieket erősítsd. És az Úr Jézus Krisztus azt mondja Péternek a Tibériás tengerpartnál való találkozásnál, hogy Péter, legeltest az én bárányaimat. Vagyis Péter, ne vadítsd őket. Péter, ne húzd vissza a többieket, hanem legeltest az én bárányaimat. Drága testvérek, annyira borzasztó az, amikor az oszlopokban sem lehet bízni. Olyan borzasztó az, amikor a hívőbe se lehet bízni. Mert hanyag, mert nincsen adott szava, mert azt teszi, amit Péter apostol mond, hogy a megfürdött disznó újra a sárba fetreng, és a kutya visszatér az okádására. Szeretnék nektek bizonságot tenni arról, hogy évekkel ezelőtt, amikor elkezdtem a román missziót, akkor egy hónap alatt történt három olyan eset hívő testvérekkel, román hívő testvérekkel az életembe, ami szinte teljesen megállított abba, hogy a missziót végezzem. Az egyik hívő testvérnek itt a szomszédban volt egy favágó gépe, és megkértem arra, hogy jöjjön és a kertbe a gyümölcsfákat vágja le. Megörült, amikor szóltam neki, és azt mondta, hogy Miklós testvér, jövök holnap reggel, itt leszek. Komolyan mondom, amíg meg nem tértem, annyit hazudtam életembe, ahányat léptem. Másnap egész nap vártam, egész nap nem jött. Az volt bennem, hogyha megtérése előtt annyit hazudott, legalább ne mondaná, hogy most megtérése után más. Bukarestben elindult egy román kálvinista egyház, egy fiatal lelkész vezeti, és december 6-ára Miklós napra bejelentkezett Hátszegre, hogy meglátogat engem. Azon a napon családommal szerettünk volna elmenni valahová, de hát szavamat adtam, hogy várom. Egész nap vártam, nem jött. Amikor felhívtam, rákérdeztem arra, hogy hol van, egyszerű, monoton hangon közölte, hogy valami közben jött, sajnos ma nem tudott jönni. Mondtam, hogy de hát egy telefont azért lehetett volna adni. És a harmadik testvérek a legdurvább, az az, hogy Hátszegen nem kaptunk magyar harangozót a szolgálatra, és alkalmaztam egy Ignáció nevű román hívőt, akivel úgy végezte a harangozást, hogy előtte mindig a templom előtti padon énekeltünk egyet-ketten, és
Imádkoztunk egyet, és bizonságot tett. Végezte a szolgálatát, aztán karácsony erőt kikérte előre az egyhavi fizetését, hogy jönnek az ünnepek, örömmel kiadtam neki, de náci karácsony első napján reggel nem volt sehol. Néztem, hogy mi fog lenni. Karácsony első nap hidegbe tartjuk az istentiszteletet. Azonnal tüzet raktam én. Lemostam a kormot magamról. Elmentem 9 órára egyik szorványgyülekezetembe, 10-re visszajöttem, 11-ig harangoztam, és 11-kor kezdtem az ünnepi istentiszteletet úrvacsoraosztással, és ez így ment egészen január 2-áig, amíg lejártak az ünnepek. Január 2-a után megjelent a parókián náci, hogy jött harangozni. Kérdeztem tőle, hogy hol voltál eddig. Rám néz csodálkozva, és azt kérdezi, hogy miért? A tiszteletes úrék is ünneplik a karácsonyt. Mondom, nem, mi muzulmánok vagyunk. Mi nem ünnepeljük a karácsonyt, hát nem együtt imádkoztunk Jézushoz az udvaron. Nem együtt könyörögtünk, együtt énekeltünk. Hol vagy ember? Hol van az Istennek a hívő népe? Kérdezte Csaba testvérem, hol vannak azok, akik akarják az ébredést? Hol vagytok? Adi Endrének van egy gyönyörű verse, egy mondatot idézek belőle. Az Isten Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Az Isten Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Hol vagy, mint apa? Hol vagy, mint feleség? Hol vagy, mint szülő? Hol vagy, mint szolga a gyülekezetből, testvérek, mert megtértél, és a hívő papoddal szembe ellenzéki gerilla lettél. Osztod az észt, te mondod meg a gyülekezetbe, hogy mi jó és hogy jó, minden tudsz, csak éppen szolgálni nem akarsz. Testvérek, tudjátok, annyi helyre hívtak meg konferenciára előadást tartani, azzal a kéréssel, hogy mondjam el a sikertörténetemet. És mindenhol elmondtam, hogy nekem nincs sikertörténetem. Én egy bukott pap vagyok. Én egy bukott lelkész vagyok, akit testvérek felemelt az Isten, akin megkönyörült az Isten, és én az ő kegyelme által vagyok, ami vagyok, és vagyok, ahogy vagyok. A 7 oszlop apostolnak a története nem sikertörténet, hanem bukott tanítványok találkoznak Jézussal a Tibériás tengerénél, akiket Krisztusnak véghetetlen kegyelme hordoz. Jézus az, aki megkeresi őket, aki rákérdez, aki enni ad nekik, aki megtölti a hálóikat hallal, sikerélményt ad nekik, és elhívja őket a szolgálatra. Nemrég megmosolyogtam, kaptam egy képet, ez volt nagybetűvel felírva rá, hogy mi különbség van Németország és Románia között. A kép
ketté volt osztva, mind a két oldalán a képnek az úton aszfaltot javítottak munkások. Németországnál az aszfalton a gödörbe öt ásott, és a gödör széléről egy mondta, hogy hogy csinálják. Romániába egy ásott a gödörbe, és ötön álltak a gödör szélén, és dirigáltak neki, mondták, hogy mit és hogyan ásson és csináljon. Drága testvérek, megtérésemnek az évében Nyíregyházán, a központi templomban volt az első bizonságtételem gyülekezet előtt, 2000 ember előtt, és ezen az evangelizáción, ezen a Biblia Szövetségnek a csendes napján egy neves lelkipásztor testvérem szolgált, aki most Budapesten lelkész, és a szolgálatát ezzel a kemény kérdéssel kezdte, hogy drága testvérek, van nyáj és van csorda, te melyik közé tartozol? Te a nyájhoz tartozol, vagy a csordához tartozol? Testvérek, tudjátok, hogy mi a különbség a nyáj és a csorda között? Az a különbség, hogy hol megy a pásztor. A nyájnak a pásztor az elején megy. Jézus azt mondja, az én juhaim ismernek engem. Hallgatnak rám. Csak egy szót kell szóljak, és követnek engem. És a nyájnak az élén megy a pásztor, és a nyáj követi a pásztort. A csordánál fordítva van. A csorda megy elől, az egyik jobbra, a másik balra, a harmadik hóra, a negyedik csára, és a pásztor szalad utánuk, hajtja a botot. Kutyák kellenek, hogy kerítsék el az elcsatangolt állatokat. A pásztor azzal kell foglalkozzon, hogy hogyan terelje vissza az elbódorgott csordát a helyes útra. Te melyik vagy? Te hova tartozol, a nyájhoz vagy a csordához? Testvérek, tudjátok, hogy mit láttam Erdélybe évekkel ezelőtt? Hogy az Isten akart adni ébredést, de nem volt kire rábízza. Az elmúlt héten az ima közösségben valaki említette az egyik testvérünknek a betegsége próbája által, hogy szervezzünk imaláncot. Ezt ő így tanulta meg, hogy imaláncot kell szervezni. És drága testvérek, ma gyülekezetek többnyire meg nem tértek, imaláncot szerveznek rákos betegekért, mert könnyebb imaláncot szervezni, mint imádkozni, testvérek. Szervezzük az imaláncot, és addig meghal a beteg. Nem imaláncot kell szervezni, testvérek, hanem imádkozni kellene. De azt meg nem tudok. Azt szoktam mondani, hogy vannak ilyen 20 cm-es imaláncok. Mert 20 cm-enként az imaláncból kihull egy-egy szem. 24 órán keresztül egy órát imádkozni. Hát testvérek, 3 percet nem imádkoznak. 3 mondatot nem tudnak kimondani és elmondani az Úrnak, miképpen ülnének egy órát könyörgésben és imádságban.
Isten adna áldást, testvérek, csak a kérdés az, hogy van-e, kire rábízza? Van-e oszlop? Megbízható vagy-e az Istennek az országába? Terhelhető-e? Lehet-e rád építeni? Azt mondja az Efézusi levél, hogy az alapkő Krisztus, ti pedig ráépültetek az apostolok által lerakott fundamentumra. Tényleg? Élőkő vagy? Be vagy épülve? Oszlop vagy? Mert ha nem, testvérek, akkor nézzétek meg az eredményt. Üres a háló. Fiaim, lányaim, drágáim, van ennivalód? Tamás, neked van otthon békességed? András, neked van örömöd? Nátánael, boldog vagy? Jakab, sikerélményed? Megelégedett szíved, János, van otthon? Fiaim, van ennivalótok? És lehatják a fejüket, és azt mondják, hogy nincs. És miért nincs? Azért, testvérek, mert nincs ott Jézus. Lehetnek az oszlopok, az oszlopapostolok, a sztárok, a nagyok. Lehet rendezni rendezvényeket, evangelizációkat, ha nincs ott a Szentlélek. Ha nincs ott Jézus, ha nem jön Jézus az áldásával, üres a háló, üres a szívem, üres az életem, üres a házasságom, üres a családom, nem látom a jövőt. Nincs elhívásom a szolgálatra. És akkor jön Jézus, és elmondja a megoldást, vessétek a hálót a hajó jobb oldala felül. Miért a bal oldalon nincs hal? Miért a csónaknak a hátulján állott, ott, hogyha odavetjük a hálót, ott nem fogunk halat? Drága testvérek, oda vetették, ahova Jézus mondta, és megtelt a háló. Amikor azt tették, és úgy, ahogyan az Isten fia mondta nekik, akkor jött az áldás. Akkor jöttek a halak, akkor engedelmeskedtek. És testvérek, megtelt a háló. 21 évvel ezelőtt, amikor ide helyeztek Hátszegre a nyomorúságba, a fedél nélküli templomokba, megkaptam a kihelyezést, úgy gondolom, hogy beszélhetek erről is, nem haragszik meg. Az egyik kolozsvári lelkipásztor testvérem felkínálta nekem a másod lelkészi állást Kolozsváron. Miklós, jöhetsz, üres a manzárt, a lányaid itt fognak járni az iskolába, magyar iskolába, gyere ide, jó lesz, együtt szolgálunk. Átöleltem a vállát, és azt mondtam, hogy János testvérem, áldjon téged meg a mindenható Isten, hogy ebben a helyzetben mellém állasz és segítesz, de szeretnék neked elmondani valamit. Nekem Isten azt mondta, hogy délfele menjek a gázai útra, ahol minden fel van bombázva, robbantva, a te gyülekezeted pedig éjszak felé van. Nem mehetek éjszak felé, ha Isten nekem azt a kijelentést adta, hogy délfele. És testvérek, eljöttem délfele, és megtelt a háló hallal. Román halakkal, cigány halakkal, magyar halakkal, német halakkal, francia halakkal, ukrán halakkal, szerb halakkal. Megtelt, testvérek, a háló.
Amikor megtellik a háló, akkor felkiált János, apostol, akit az Úr szeretett, és azt kiáltja, hogy az Úr az. Az Úr van itt. Honnan tudod, János, hogy az Úr van ott? Onnan, hogy ez már egyszer történt velünk, fiúk. Megismétlődik az, ami megtérésünkkor. Emlékeztek? Amikor kikötöttünk a csónakkal, üresen, és Jézus beszállt a hajónkba, és Péternek azt mondta, hogy evezzen be a mélyre, s vesse ki a hálót fogásra. S Péter azt mondta, hogy Uram, egész éjszaka haláztunk, nem fogtunk semmit, de a te szavadra, mert te mondod, kivetem a hálót. És emlékeztek, amikor megtértünk, amikor letérdeltünk elébe a hajóba, amikor elhagytunk mindent, akkor is ugyanígy történt, hogy mondott valamit, mi megcsináltuk, és áldás lett belőle, megtelt a háló. Az Úr van itt. És mindent afelé irányítanak, hogy minél hamarabb oda menni az Úrhoz, és az Úr várja őket, a bukott tanítványokat a parton, meleggel, tűzzel, étellel megeteti őket, megmelegíti őket, megszárítja őket, és aztán megkérdezi Pétert. Péter, szeretsz engem? Igen. Igen? Igen. De jobban szeretsz engem ezeknél? Igen, Uram. Igen, igen, jobban. Akkor Péter, ha szeretsz engem, akkor legeltesd az én bárányaimat. Drága testvérek, a napokba írt egy nőtestvér vég nélküli többszöri levelet, hogy ő nagyon jól tudja, hogy amit kap, az kemény eledel, hogy kemény eledel adatik, és hogy mi az Istennek az akarata, de a lényege az volt a leveleknek, testvérek, hogy én megmaradok nyavaigónak. Igen, igen, kemény eledel, meg jó eledel, csak én maradok tovább a nyavaigásba, hogy nem tudom letenni a cigit, hogy nem tudok megszabadulni attól, hogy rendetlen a házasságom, elhagytak a gyermekeim. Kemény és jó az eledel, csak maradok. Maradok annak, aki voltam. Szolgálni? Á, de hogy? Arra nem is gondoltam. Drága testvérek, látva ezt a román testvért, aki bejelentkezett annak ellenére, hogy egy szót nem tud magyarul az ima csoportba, szeretnék nektek röviden beszélni a legeltetésnek a gyümölcséről. Csaba testvérem említette, hogy apósom élethalál között a Bánffy Hunyadi kórházban van beutalva is. Nem teher a számomra, hiszen az édesapám halálától az apám lett. Gondoskodott rólam, segített, amikor csak tudott. Nem teher az érte való imádkozás és menés és intézés. És testvérek, a tegnap a Hátszegi medencéből a Dévai Véradó Központba 10 román testvérem jött el vért adni. 10 román vért ad azért, hogy egy magyar éljen. Értitek ezt? Értitek ezt? És ahogy a Véradó Központnak a várótermében ülünk a székeken,
A 10 román és én, a mellettem ülő nőtestvérem megszólal, és azt mondja, hogy Miklós testvér, nem tudjuk, hogy hogy köszönjük meg neked. Ránézek lemeredve, mondom, testvérek, mit hogy köszönjetek meg nekem? Hát ti jöttetek el velem a véreteket adni, azért, hogy az apósom éljen. Nem, Miklós testvér, te sokkal többet adtál nekünk. Te eljöttél hozzánk az evangéliumot hozni, és mi az Úr Jézus Krisztus vére által meggyógyultunk, megszabadultunk, és a mi családunk az evangélium által él most, és van áldás a családunkba és az életünkbe. Mi most azért vagyunk itt, mert meg szeretnénk neked köszönni. Drága testvérek, mi volt az az üzenet, amit el kellett vinni Péternek, a bukott tanítványnak és a többieknek a feltámadás után? Szeretném az igehirdetést egy tradícióval befejezni, egy egyházi tradícióval, egy történettel. Ez az egyházi tradíció arról szól, hogy az a katona, aki részt vett Jézus kivégzésénél, azt a katonát Longinusnak hívták. Ő volt az, aki végrehajtotta a századosnak a parancsát, amikor elsötétült az ég, és rengedni kezdett a föld, és a százados parancsot adott, hogy mind a három halála ítéltnek törjék el a rábszárcsontját, hogy ne tudjon többet felemelkedni, felhúzni magát, és oxigént szívni a tüdőjébe. Egy fulladásos, covidos halál volt a Jézusé, mert nem kapott levegőt, nem tudott levegőt szívni a tüdője, szétrepett, szétrobbant a tüdője, a szíve, és a százados parancsot adott, hogy a három elítéltnek a lábszárcsontját törjék el, hogy hamarabb álljon be a halál. A katonák eltörték a két gonosztevőnek a lábszárcsontját, de amikor odaértek Jézushoz, akkor látták, hogy ő már halott. És ekkor Longinus fogta a dárdáját, és Jézusnak az oldalába a tüdője és a mája közé beszúrta, hogy győződjön meg a haláláról 100%-osan, és János leírja, hogy vér és víz jött ki. A víz azt jelentette, hogy az utolsó csepp vére is kifolyt, már víz jött belőle, hogy én bizonyos legyek afelől, hogy az utolsó bűnömet, minden bűnömet eltörli az ő drága vére. És ettől az eseménytől kezdve, ahogy a Jézus vére ráfröcskölt Longinusra, Longinusnak többet nem volt békessége, és az egész Izrael látta, ahogy békételen lélekkel bolyong az ígéret földjén, és nincs nyugta, nincs békessége. És egyik alkalommal találkozott a tanítványokkal. És a tanítványok, hogy feloldozzák a terhe alól, a bűntudat alól oda mentek hozzá, és a következőt mondták, Longinus, mi nem haragszunk rád, és nem neheztelünk rád azért, hogy te
szúrtad át a mesterünknek az oldalát, és hogy a kockavetés alkalmával a ruhája, az egyetlen éppen maradt ruhája éppen neked jutott. Te gurítottál a legnagyobbat a kockával. Tudd meg, hogy mi nem haragszunk rád ezért. Longinus rájuk nézett, és azt mondta, hogy fiúk, nem ez a baj. Nem ez a baj, hanem a baj az, hogy amióta Jézus vére rám fröcskölt nekem, azóta nincsen békességem. Mondjátok meg, hogy van-e bocsánat egy ilyen nagy gazember számára, mint én? Van-e nálamnál nagyobb gazember ezen a földön, mint az, aki átszegezte, átszúrta a kereszten az Istennek a fiát? És akkor a tanítványok közül kilépett egy, és azt mondta, hogy Longinus, figyelj csak ide, én ismerek egy náladnál gazemberebbet. Ismerek egy náladnál semmibb embert, mint amilyen te vagy. 3 évig Jézussal járt, együtt evett vele, együtt aludt. Minden nap beszélgettek, látta a csodáit, a gyógyításait, ahogy halottakat támaszt fel, és megígérte ez az ember neki, hogyha mindenki elhagyja, ő akkor sem kész lesz vele menni a halálba, a börtönbe is. És ez az ember a halála előtti este 3-szor letagadta még azt is, hogy ismeri őt. Longinus lemeredve ránézett, és azt kérdezte, hogy ki ez a semmi ember, aki ilyet csinált? És az előtte lévő azt mondja, hogy én vagyok az Longinus, Péter. És ekkor Longinus ráborul sírva Péternek a vállára, átöleli, és azt kérdezi, hogy akkor Péter, most mondd meg nekem, hogy hogy lehet ilyen teherrel élni? Hogy lehet ilyen teherrel tovább lenni? Mit fogunk ezután csinálni, Péter? És Péter ránézett, és határozottan azt mondta, Longinus, azt fogjuk csinálni, hogy elmegyünk Rómába, én a zsidó, és te a pogány, én a halász, és te a légiónak a katonája, és bizonságot teszünk, és elmondjuk, hogy 2 semmirekelőn, 2 megbízhatatlanon hogyan könyörült az Isten. Testvérek, mi a mi üzenetünk és evangéliumunk a világ számára? Hogy mi különbek vagyunk a világnál, mert megtértünk? Hogy mi ügyesebbek vagyunk, mert és ezért könyörült rajtunk az Isten? Nem, testvérek. A mi bizonságtételünk, a mi üzenetünk a világ számára az, hogy bár elbuktunk, hogy bár elestünk, bár megbuktunk a vizsgán, de könyörült rajtunk az Isten. Mi volt az evangélium, amit el kellett mondani a tanítványoknak, és speciálisan Péternek is, az, hogy Isten adott neki egy esélyt, még egy esélyt, és még egy esélyt, és még egy esélyt. Péter, adok neked egy esélyt, nincs ilyen Isten több, egy sem, sem az égen, sem a földön.
Ezért, drága testvérek, végezetül egy igét szeretnék veletek megosztani, amelyet Isten életemnek nyomorúságos, elesett pillanataiban adott nekem. Ézsaiás 26:3-4. Kinek szilárd a jelleme, aztán megőrzött teljes békében, mivel te benned bízik. A Károli Biblia így fordítja, kinek szíve rád támaszkodik, aztán megőrzött teljes békével, mivel te benned bízik. Bízzatok az Úrban, mert az Úrban, ami Istenünkben, erős kőszálunk van. Drága testvérem, ma este hívlak téged a hegyre. Oda, ahova Jézus rendelt téged, mert lámpást nem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék. Világító tornyot Észak-Írország partjain nem azért építettek, hogy eltakarják őket, hanem azért építettek, hogy világítsanak a bajba került hajósoknak a tengeren. Nézzétek meg a 106. Zsoltárban. Ember típusokat mutat be Istennek az igéje. Bocsánat, a 107-ben. Ember típusokat mutat be Istennek igéje, és az egyik ember típus a következő. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak. Munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, felemelték őket a hullámok, az égig emelkedtek, mint a tegnap Belsazár, meg Nabukadnecár, majd a mélységbe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. És most jön egy igen. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett, s hadd tegyem én mellé, inogtak, mint az oszlopapostolok. Mint azok a hívők, akiknek a különböző koroknak az irányzatai meg szelei ide-oda hajtják és viszik őket. És akkor figyeljetek, testvérek, a megoldásra. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban. És ő kiszabadította őket szorult helyzetükből, lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekért tett csodáiért. Drága testvérek, a viharzó tengerről, életednek próbájából, a hullámok, a habok, a viharok közül hívlak téged az Úrhoz a hegyre, a Golgotára. Gyere ma este oda, hogy békességet lelj. Már régóta keres Isten. Nem vagy a helyeden. Ő ott akar látni, ahova rendelt, amiért teremtett, amiért elhívott. Ő mindig ott van, ott vár fent a kereszten, a trónon.
Ő nem ment el, ő hűséges maradt. És Isten vár tégedet ma este, hogy borulj le előtte bűnbánattal, hogy tedd le terhedet, bűneidet, add át a szívedet neki. Hív segítségül az ő nevét, engedd, hogy a drága vére, mint Longinus megmosson a bűntehertől, a lelkiismeret furdalásról, a gyötrődő éjszakáktól. Nyomorúságodban kiálts az Úrhoz. És gyere az Istennek az országába, oszlopnak, szolgálni, hogy lehessen rád építeni, hogy lehessen téged megbízni imádsággal, imaharccal, misszióval, szolgálattal, konkrét gyakorlati feladattal. Légy Isten országába olyan oszlop, amely nem inog, amely nem mozog, még akkor is, hogyha az alapokat ez a világ ki akarja cserélni, és meg akarja változtatni, kinek szilárd a jelleme, azt az Isten megőrzi teljes békével, mivel ő benne bízik. Bízz ezért az Úrban, mert az Úrban, ami Istenünkben, erős kőszálunk van. És ma este újítsd meg vele a szövetséget, fogadd el őt, megváltódnak, uradnak, és szolgáld őt életed minden napján. Amen. Csendesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Drága Úr, hálát adok azért a napért, amikor életemnek tengerén megjelentél a tengerparton, és engem is megszólítottál. Köszönöm, Uram, hogy megláttad az üres hálómat, az üres szívemet, az értelmetlen, cél nélküli életemet. Megkönyörültél rajtam, megszólítottál, és elhívtál, hogy szolgád legyek. Uram, bocsáss meg nekem, hogy olyan sokszor akartalak kioktatni, olyan sokszor tudtam én is jobban, hogy hol van a hal, hogy hova kellene menni. Olyan sokszor megszabtam neked, hogy mit akarok csinálni. És Uram, bocsásd meg, hogy olyan sokszor eldöntöttem magamba is, imádságomba, hogy kit akarok, hogy üdvözüljön, és kit akarok, Uram, hogy elkárhozzon. Uram, bocsásd meg nekem ezt a lelkületet. Köszönöm, Uram, ma este mindazokat, akiket ajándékba adtál nekem az interneten, hogy együtt lehetünk, hogy együtt dicsérhetünk téged, hogy együtt könyöröghetünk hozzád, hogy együtt hallgathatjuk Istennek igéjét. Köszönöm, Uram, azt, hogy megcselekedted ezt az interneten keresztül, és hálát adok azért, hogy nem engedted ma este sem, hogy az internetnek az ördöge megzavarja az ige hirdetést. Köszönöm, hogy újra lehetett csatlakozni azonnal, és hálát adok a te szent lelkedért, amelyet így az interneten keresztül is kitöltesz mindazokra, akik keresnek téged, akik vágynak utánad ma este. Köszönöm, Uram, az ima meghallgatást. Köszönöm, hogy ma a három helyről is
visszajelzés jött, hogy a tegnap esti imádságot az elesettekért, a betegekért meghallgattad, és azonnal válaszoltál rá, Uram. Éppen ezért most is jövök elébed, Uram, és hozzuk elébed közösen király Erzsébetet, a királyhágó mellékéről 65 éves korában lebénult a vérnyomása miatt, és kórházba került. Uram, arra kérlek, hogy tekints rá, és vigyázz rá az életére, és Uram, add, hogy a bénulása ne legyen paralízis maradandó, hanem könyörülj meg rajta. Kiáltunk hozzád Kisvörösről Takács Ildikóért, az ő családjáért, a gyerekekért, Uram, hogy könyörülj meg rajta, és gyógyítsd meg a hágerincét, Uram, a becsípődést, hogy ne kelljen műtenni. Vigyázz az én testvéreimre, a családjukra ott, Uram, és légy közöttük. És imádkozunk, Uram, Csaba édesanyjáért, Szabó Lászlónéért, az állapotáért. Uram, azért imádkozunk, hogy javuljon az egészségi állapota, hogy megtalálják a megfelelő gyógyszert, amire szüksége van. És Uram, imádkozunk Nagy Erdei Lászlónak a családjáért, az ő elmenetele után. Uram, légy társa a feleségének. Légy édesatya a két árván maradt gyerekének. És Uram, légy reménysége a szüleinek az ő halála után. Vigasztald meg ezt a családot. És a te szent lelked gyógyítsa be a sebeket. És Uram, a keserűségüket, a gyászukat, a bánatukat, te fordítsd reménységé, hálaadásá és örömmé. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz magunkra földi életünkben. Így könyörgök, Uram, apósomért is a kórházba, hogy erősítsd őt tovább, Uram. Köszönöm mindazokat, akik vért adtak az ő számára, de mindenek felett, Úr Jézus, hálát adok a te véredért, hogy az infúzióba elég egyetlen egy csepp, és meggyógyul a te szolgád. Kérünk téged, hogy áld meg továbbra is az evangelizációt, holnap este is készítsd el a te igédet, és azoknak a szívét, akiket elhívsz arra, hogy meghallják a te üzenetedet. Legyen áldott a te neved, hogy közöttünk voltál, ma este is áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged, örökkön örökké. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonyságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Nagyon szépen köszönöm Pudis Miklós telki pásztor úr szolgálatát. Szeretném szólítani először Mudi Róbert testvéremet, református telki pásztor Berzéte Felvidék,
utána pedig Pótor László testvéremet, lelkipásztor Nyírmegyesről, Magyarországról. Hogyha lehet, akkor, hogyha olyan helyzetben vagytok, akkor kérlek benneteket kamerával. Köszönöm szépen. Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Mudi Róbert vagyok a Felvidékről, és egy olyan református lelkipásztor, aki ma nem volt a helyén. Én ma akkor kapcsoltam be a telefont, amikor Miklós épp Galileáról beszélt, és a hegyről, ekkor csatlakoztam, és letaglózott az, amit hallottam. Ugyanis testvérek, én ma nem voltam a helyemen. És tudom azt is, hogy nem tudom, Miklós elmondta-e, mert sajnos későn kapcsoltam, hogy Galilea ez nem akármilyen hely volt, ez az otthon volt Jézus számára. Jézus volt a galileai. Én ma nem voltam itthon. Én már tegnap is késtem, nem tudtam csatlakozni az ima közösségre, és ma is késtem, és én ma itthon hagytam a családomat, itt hagytam a feleségemet 3 picike kis gyermekkel, akik közül a legidősebb 3,5 éves. És van egy 2 éves, és van egy ma 2 hónapos. És én ma reggel szedtem a sátorfámat, és én elmentem nem halászni, de elmentem a hegyre. Mert úgy gondoltam, hogy ehhez jogom van, és én ezt megtehetem. És képzeljétek el, hogy gazdaságunk van, állatok, nyulak, tyúkok, kacsák, minden. És itt hagytam a feleségemet és a kicsiket, hogy intézzék el. Én úgy gondolom, hogy egy bukott tanítvány vagyok. Kiadtam nekik feladatba, hogy hordják szét a gyülekezeti lapot. És amikor hazajöttem, akkor láttam, hogy a feleségem feszült. És amikor Csaba, te rám írtál, hogy ugye nem felejtem el, hogy majd a végén köszönjem meg az igét, akkor egy olyan helyzet volt éppen, hogy a kis Nimródom elcsúszott, beütötte itt a halántékát és hányt, és a feleségem zokogva ölelte a 3 kis gyereket a fürdőszobába, és ekkor kérdezte meg Miklós, hogy a helyünkön vagyunk-e. Hát nem voltam a helyemen. És nagyon letaglózott az, hogy évek óta imádkozom a Felvidék ébredéséért, és ma megkérdeztem az Úrtól, hogy Uram, rám mered-e bízni? Nincs kire bízni, mert nem voltam a helyemen. És én köszönöm azt, hogy ma megláttam azt, hogy Jézus ott van a parton, megáll az életem háborgó tengerének a partján, és be kell, hogy valljam, hogy nincs ennivaló. És nem tudom, hogy holnap mit fogok mondani a gyülekezeteknek, valószínűleg ezt, amit ma nektek bizonyságot fogok tenni. Nincs semmim pillanatnyilag, csak bűnbánat. És amíg tartott az evangelizáció, én itt könnyeztem, és számtalanszor bocsánatot kértem az én atyámtól, hogy ma nem voltam a helyemen. Sem otthon az én Galileámban, és én egyáltalán nem voltam lelki magaslaton. De köszönöm azt, hogy az én drága mennyei édesatyám meg tud bocsátani, hogy erős oszloppá tud tenni újra. Köszönöm az új esélyt. És én hiszem azt, hogy én ma csak egy voltam azok közül, akiket megérintett ez az ige. És én áldom az én mennyei édesatyámat, hogy hozzám szólt. Hiszem azt, hogy
másoknak is lesz bűnbánata. És amikor Csaba megkérdezte, hogy vagy nem kell-e inkább bemenni a kórházba, hogyha hány a kisfiam, akkor azt mondtam, hogy ezt a bizonyságtételt elmondom, és én most megyek be a feleségemhez a hálószobába, megölelem, és sírni fogok, és bocsánatot kérek tőle is. Miklós, neked köszönöm a szolgálatodat, áldjon meg a mindenható Isten, az élő víznek a folyamai jöjjenek továbbra is a te torkodból, a te életedből. Úgyhogy én ennyit akartam elmondani, és el is köszönök. Isten áldjon mindenkit. Köszönjük, Robi testvérem, Robert testvérem. Az Úr őrizzen meg, és imádkozunk azért, hogy a kicsinek rendben legyen minden. Vigyázzon rátok a mindenható. Köszönöm. Megyek hozzájuk. Isten áldjon titeket. Isten áldjon, köszönjük szépen. És akkor szólítani szeretném Pótor László testvérünket, református lelkész Nyírmegyesről. Ha megteheted, akkor kérünk téged kamerával. Köszönjük szépen. Be van kapcsolva a kamera, de nem nagyon akar megjelenni. Hálát adok Istennek én is, hogy az Úr Jézus utána megy a bukott tanítványoknak, az elszélett tanítványoknak, és hogy nem mond le róluk. A semmi emberekből tud ő megerősített embereket formálni. Ma azt olvastuk a Biblióvasó Kalóz szerint az igében az Apcsel 5-ből, hogy ezek a bukott tanítványok, akiket aztán az Úr Jézus megerősíthetett, örömmel fogadták a megveretést, és azt, hogy gyalázatot vállalhattak a Jézus nevéért. És hát én is hálát adok azért az Úrnak, hogy én utánam is utánam jött. Nekem is van hasonló sztorim, mint ami a Mudi Robert testvéremnek, amiről nem szívesen beszélünk, de nekünk is volt egyfajta összeszólalkozásunk itt, pont az evangelizáció előtt, pedig úgy készültünk rá a feleségemmel, de Isten kegyelméből együtt hallgathattuk és együtt lehettünk itt a szolgálaton. Tavaly oszlopokat vágattam, mert fekete szedreket ültettem, a bátyámtól meg a gondnok testvéremtől kaptam sok tövet, és hát mindig szoktunk paprikát, paradicsomot is ültetni, és hát ezek az oszlopok azért kellenek, hogy ha jön a szél, meg jön a vihar, akkor hozzá tudjuk kötözni ezeket a növényeket, hogy ne törjenek össze. Bennem hála van a szívemben, Miklós testvér, hogy te ilyen oszlop vagy itt jó néhány éve közöttünk, és én is nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy több lelkipásztor testvér volt ma, mint tegnap, mert nekünk lelkipásztoroknak és vágyakozó gyülekezeti tagoknak is szükségünk van arra, hogy legyenek oszlopok. És hálát adunk azért, hogy a próbatételeid és a nehézségeid közepettesen mondtad vissza a szolgálatokat, hanem sugárzó arccal és azzal a mosollyal, ami ott szokott újra és újra benned lenni, hirdetted az evangéliumot. Azt is el kell mondanom, hogy láttam már sok oszlopot összeomlani. Ezért mondom magamnak is, meg a testvéreknek is, hogy imádkozzunk Miklós testvéremért, hogy Isten erősítse meg őt, tegye folyamatosan az Úr alázatos szolgájává, hogy tudjon megmaradni ebben a harcban és ebben a küzdelemben, mert tudjuk nagyon jó, hogy az oszlop az egy magas építmény, és hát az sokkal jobban éri a szél, a vihar, a jég, az eső,
a támadás, ezért tudjunk ott lenni mellette és vele az érte való könyörgésben. Az Úr áldja és szentelje meg életedet Etelkával, gyermekeitekkel és az ott Dél-Erdélyben végzett szolgálattal. És ha megnyílik a lehetőség, akkor várunk majd élőben is, akár Nyírmegyesre is, és ide Magyarországra is. Isten áldjon benneteket! Köszönjük, László testvérem, téged is, titeket is őrizzen az Úr, feleségeddel, kedves feleségeddel, családoddal és a gyülekezettel együtt. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük. Záróénekünket szeretném bejelenteni. Záróénekünk a mai napon pedig Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere, halk hívása tisztán hallik, gyerköves, ó, jöjj ide! Köszönjük Bódis Miklós lelkipásztor úrnak az igét, köszönjük meg az Úristennek az együttlétet, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.